sütőtökös gnyokki édesburgonyával. Egy sütőtököt kettévágunk és kimagozunk. A felét kb. 1 centi vastag szeletekre vágjuk, a héját eltávolítjuk, majd sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és 180 fokon 10 percig sütjük. Az édesburgonyát megpucoljuk, nagyobb darabokra vágjuk, és forró vízben néhány perc alatt puhára főzzük. Leszűrjük, majd krumpli nyomóval egy nyújtódeszkára nyomjuk. A megsült tököt aprítógépben összetörjük, és hozzáadjuk az édesburgonyához. Sózzuk, borsozzuk, és egy csipetnyi fahéjjal ízesítjük. Több részletben hozzáadjuk a lisztet, és közepesen kemény, formázható tésztává gyúrjuk. A kész tésztából vékony hengereket formázunk, amiből egy éles késsel kb. 2 centis darabokat vágunk. Egy villa segítségével kis bordákat nyomunk a gnyokkikra, és egy fazékban addig főzzük őket, míg fel nem jönnek a víz tetejére. A leszűrt gnyokkikat kevés olajon barnára pirítjuk egy forró serpenyőben. Hozzáadunk egy kevés friss, durvára vágott zsáját, egy darabka vajat, és további egy percig pirítjuk. A kész gnyokkit kitálaljuk, meglocsoljuk egy kanál zsájás vajjal, és megszórjuk egy kevés parmezánnal.